Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a lehetőséget a Batyányi Lajos Alapítványnak. Meg is ragadtam az alkalmat, hogy üdvözöljem professzor doktor, Dezső Tamás elnök urat, aki megtisztelt minket jelenlétével a ma estén. Én azt gondolom, hogy bár a bemutatkozás ugye megtörtént itt az első körben, igazgatórak, elnök urak, akik jelen vannak, ők ők lehetnek a legalkalmasabbak arra, hogy ö, ö, mégiscsak a végére járhassunk arra, hogy a vasárnapi országgyűlési választáson ö, mi történt. Azért nem titok, hogy múlt héten is volt egy rendezvényünk. A rendezvényen hasonló, de nem azonos felállással vettek részt a jelenlévők. Minden esetre megtudhattuk a Republikon Intézet, a Medián, a Nézőpont és egyébként a század végnek is az álláspontját, illetve azért, akik figyelemmel kísérték a vasárnapi választás előtti méréseket, azok tudhatták, hogy a lehető legtöbb kutatóintézet, elemzőintézet valamilyen számot produkált, azért valamilyen mérést prezentált nekünk arról, hogy mire is számíthatunk a már lefutott választás előtt. Na most azt hiszem, hogy nem vagyok, nem én lövöm le a point, hogyha azt mondom, hogy a kutatóintézetek, elemzőintézetek azért nem a legpontosabban satszolták meg a várható végeredményt, és én arra lennék kíváncsi, hogy első jelleggel, provokatív jelleggel, hogy az itt urak legyenek kedvesek indokolni, vagy egy kicsit árnyalni azt a különbséget, ami a végeredmény és az előzetes mérések előtt volt. Mit szólna hozzá Hongábor, hogyha onnan indulnánk? Örömmel veszem a kezdés lehetőségét. Ugye sokszor elmondtuk, talán mindannyian, akik ezzel foglalkozunk, hogy a közönyek kutatások azok, a, vigyázni kell, mert egyrészt pillanatfelvételek, tehát nem egy folyamatot ábrázolnak, hanem egy adott pillanatban készülnek egy adott helyzetben, amit nagy mértékben befolyásolhat akár egy reggeli mondata valakinek, vagy egy olyan történés, mint például egy háború. Ennek megfelelően leginkább a tendenciái az érdekesek, azt gondolom ennek. Igazából amiben szerintem, és ezt Teljesen értem, ugyanakkor a politikát fogyasztók nem így szemlélik ezt a dolgot, különösen egy választás előtt, de azért igazából a, 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 a szakmai részét nézve ennek az a kérdés, hogy mondjuk egy 3-5-6 hónapos te, folyamat szempontjából mi alakul. És ha ezt nézzük, akkor azt láttam én a saját kutatásainkon, de nem csak a sajátjainkon, hogy mi 2021 őszetáján, egy pici előnnyel, nem nagyjal, ami nagyon furcsa és újszerű volt, rendelkezik a, 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 az, az ellenzéki oldal. Ez fokozatosan, tulajdonképpen január végére eltűnt, és a Fidesz átvette ezt a vezetést. Nálunk ezt, ugye mi az utolsó kutatásunkat a választások előtt tíz nappal, valamikor pénteken zártuk le, vagy csütörtökön, tehát az előző héten. A, itt Ebben a kutatásban, a teljes népességben ha jól emlékszem, kétszázalékponttal a, a, a Fidesz vezetett, és a biztos választói körben meg a talán négyjel, ha jól emlékszem, az adatok. Hárommal készültem. Három. Lé, bocsánat, köszönöm. Akkor hárommal. Tehát a abban, hogy, hát úgy tetszik, közmegegyezés volt, hogy ezt a választást a Fidesz nyeri meg, a mértékekben volt ö, ö, különbség, és hát ebben ugye itt a, a hangkolléga, akit ugye el is átkoztak az oldal oldalon, ezért egy egész másfajta megközelítésben erről majd ő beszélje. Szóval egyrészt ezt látni kell, hogy ezek a kutatások. Ennyit tudnak. Ugye 800 fős telefonos kutatás volt a miénk, ennek önmagában nagyon sok pontatlansága van. És ráadásul én azt gondolom, hogy hogy ténylegesen ez az utolsó tíz nap, a, ami a, a háborús időszaknak a, 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 és a kampánynak a vége, tényleg alapvetően új helyzetet hozott létre a, a magyar társadalomban. Tényleg az történt, hogy valahogy... A, a, a hangulat alapvetően átalakult. Tehát volt egy, az ellenzéki oldalon, és szerintem túlmutatóan a körülbelül kétmilliós ellenzéki törzszavazó bázison, túlmutatóan egy olyan hangulat, mondjuk még január, talán február elején is, hogy ezt a választást akár meg is lehet nyerni. És ami érdekes és figyelmeztető adat volt, hogy ez március végére ebben a például a mi kutatásunkban arra a kérdésre, hogy ki fogja megnyerni a választást, tehát nem arra, hogy én kire szavaznék, hanem ki meg a választást, az ellenzéki szavazóknak is a kétharmada azt mondta, hogy a Fidesz fogja megnyerni a választást. Ez egy ö, olyan intőjel volt, amit ö, ö, mi biztos, hogy nem vettünk elően figyelembe, hogyha a maga a választói csoport azt gondolja, hogy nem nyerhetnek az övéi, akkor ez egy olyan visszatartó erő lehet. Tehát ott valami történt akkor, a, 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 ami visszatartó erő akár egészen furcsa eredményeket is létrehozhat, ami aztán végül is ebből lett. Tehát azt látom, hogy a. Tulajdonképpen két dolog van, ami alapvetően, és akkor befejezem, megfordította ezt az egész történetet, és ami egyértelmű helyzetet teremtett. Az egyik az úgynevezett jóléti intézkedés csomag, ami ugye lényegében február közepére, végére ért el az emberekig, tehát ígéretből valóságá vált a 13. havi nyugdíj, az adó visszatérítés, és így tovább. És erre a háború, amely teljesen új helyzetet teremtett, amire, amire a háborúra volt a Fidesznek egy válasza, ami, ami választ, én nem tartok egy igaz választ, de egy válasz volt, hogy tudnilik a, a egyik oldalon az ellenzék hozza a vérel veríték el a háborút, a másik oldalon mi hozzuk a békét, de ez a dolog működött. Tehát teljesen figyeltem, hogy mit gondolok erről. Ez a dolog működött, és ez alapvetően új helyzetet teremtett. Ez a két dolog együttesen alapvetően új helyzetet teremtett, és ezt az új helyzetet mi biztos, hogy nem láttuk, hát a többiek majd elmondják, hogy ők mennyire látnak. Azt hiszem, hogy a medián kutatás az nem csak abban tért el a többitől, hogy a jelentős Fidesz előnyt elsőként, vagy így elég, elég, hangosan is kimondta, és ez azért elég erős teljesen rezonált a baloldali médiában, vagy a ellenzéki közeli médiában, de abban is, hogy a különbséget a két oldal között is elég erőteljesre mérte. Utólag hogy látja? Köszönöm a meghívást is, és hogy mindjárt ilyen pozitívan kezdted hogyha, hogyha visszagondolok a, az elmúlt 32 évre, először 89-ben a 4 igenes népszavazáson készítettünk előrejelzés értékű vagy célú kutatást. Szóval, ha ahhoz nézem, az átlagos medián teljesítménnyel elégedett vagyok. Ezzel a mostanival, hát nem vagyok teljesen elégedett. nem, nem Mertük kimondani, nem mertük prognosztizálni a Fidesz kétharmados győzelmét, pedig lehetett volna az adatok elemzésénél olyan súlyozást, olyan értelmezést alkalmazni, ami ezt is lehetővé tette volna. Itt két dolog felé lehet elágazni, hogy arról beszélek, hogy súlyozás, meg értelmezés ami azért azt mutatja, vagy arra utal, hogy a választási előrejelzék kutatásoknál mondjuk az utóbbi nagyjából húsz évben eléggé elfogadott lett a szakmában az, hogy nem feltétlenül kizárólag mérési eredményeket tesznek közé a kutatóintézetek, hanem úgy nevezett, például úgy is nevezik, hogy szakértői becslés. A súlyozás az egy teljesen bevett és általános, sőt, hát úgy mondhatnám, hogy elvárható szakmai eszköz, forté, aminek az a lényege, hogy lehetetlen egy egészen pontos mintavétel, és legalább a főbb demográfiai ismérvek szerint kiigazítjuk ezeket a mintavételi kisebb-nagyobb torzulásokat. Ne legyen benne túl sok idős, a népszámolási arányhoz képest, és így tovább. A másik viszont, ami egy kicsit újabb keleti dolog, hogy persze egymást műhelytitkaiba nem feltétlenül látunk bele, de azért bizonyos szakmai konszenzusok kialakulnak. Azt is megpróbáljuk figyelembe venni, ami egy ilyen közhelyé vált, a szakmában és a nyilvánosságban is, hogy a felmérések általában felülmérik a Fideszt, vagyis lehet, hogy úgy is lehetne fogalmazni, hogy felülmérik a kormányon lévőket. A választás után közvetlenül mindig van egy olyan jelenség, amit győzteshez húzásnak nevezünk. Kellemesebb dolog azt válaszolni egy közvéleménykutató kérdező biztosnak, hogy én a győztesre szavaztam. Tehát emiatt is bevezettünk például olyan eszközöket, hogy ehhez is igazítjuk egy kicsit a mintát. Figyelembe vesszük, hogy valamivel többen mondták, hogy 18-ban a Fideszre szavaztak, mint a hányan valóságosan. Na most itt már nem akarok ezekbe mind elmerülni, csak azt akarom mondani, hogy van a kutatók fegyvertárában, vannak olyan eszközök, amik egy kicsit talán segítik a biztosabb előrejelzést. De még egyszer mondom, sajnálom, hogy ebben nem voltunk elég bátrak. Tegnap engem úgy dicsért meg egy másik ilyen beszélgetésen a vitavezető, hogy a medián elég bátor volt. Ezt más is írta, ezt én önmagában egy kicsit sajnálatos jelenségnek tartom, hogy bátorságnak minősítik ezt, de végül is utólag a reakciók, elsősorban az ellenzéki szavazók közönség, az ellenzéki politikusok részéről, utólag igazolta, -e, én nem éreztem magamat nagyon bátornak, de utólag azt mondom, hogy tényleg lehet, hogy ez bátorságnak is tekinthető, de én ezt bajnak tartom és tényleg úgy érzem, hogy az egyik probléma, majdnem pontosan mindennel egyetértve, amit Hongábor Gábor mondott, egy másik oldalról azért azt is, arra is fölhívnám a figyelmet, hogy van egy elbizonytalanás, van egy, egy ilyen szorongás a szakmában, nem akarom ezt teljesen általánosítani, lehet, hogy nem mindenkire igaz, de én úgy érzékelem, és volt olyan kolléga, aki ki is mondta, hogy ő nem akart, nem, nem, vette a bátorságot, hogy előrejelzést adjon. Tehát én ezt egy sajnálatos jelenségnek, és részben magyarázatnak is tartom, hogy túlságosan figyelünk egymásra, és valaki esetleg nem mer kockáztatni egy olyan előrejelzést, amelyik nagyon eltér a mainstreamtől. De azért volt most ilyen, szóval most nem magamra gondolok, abban nincs igazad, Gábor, hogy, se, hogy mindenki Fidesz győzelmet prognosztizált, volt olyan, aki nem, de nincs értelme most itten nevekkel dobálózni. Most nincs de, itt olyan jelen, úgyhogy... Ja nem, olyan, én mondom, nem hogy, nem, 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 Hát azért itt szerintem sokan, elég sokan vagyunk, aminek van előnye, mert például a Tóka Gábor nevű kutató, akinek van egy ilyen blogja, és ő az, aki a leginkább figyeli az összes kutatót, ő maga nem aktív közvéleménykutató, viszont tényleg ért hozzá, és az összeset próbálja begyűjteni és elemezni. De ö, volt olyan, aki, aki, aki vette a bátorságot, és elég valószínűnek tartotta a az Na, én nem akarok tovább magyarázkodni, még egyet, hogy, hogy mit érzek sajnálatos hibának, vagy túlzás, nem érzem hibának, csak mégis hiányossága volt az előrejelzésünknek, hogy a mi hazánk bejutását nem tudtuk prognosztizálni, vagy hát nem lehetett. Az persze, hogy 4%-on volt a mi mérésünkben, és volt korábban öt is, meg hat is, szóval azért ezek nagyon kis különbségek. Ez nem mentség, de, de így történt, emiatt nem, szerintem emiatt senkinek nem kell szégyenkezni. Úgy tudom, talán Ágoston azt is mondhat, hogy a társadalomkutató azt is, azt is mondjuk így, hogy megkockáztatta, vette a bátor. Vette a bátor. Igen, köszönöm szépen egyelőre akkor én így át is fordulnék Mláz Ágostonhoz, hogy a Nézőpont Intézet is ugye természetesen végzett méréseket. Amikor a végeredményeket látta, akkor hogy viszonyult a saját számokhoz, mennyiben volt csalódott, örült. A kettőt szétválasztatjuk, jó estét kívánok mindenkinek. szerintem az ország szempontjából jó az, hogy stabil kormánya lesz megint, és nem arról szól a politika, hogy egy-egy képviselőt ki, melyik oldal tud megvásárolni, és azzal ebben a száz fős többséget biztosítani az országgyűlésben. De én most a kutatásokra reagálnék. Itt köszönöm, hogy András szóba hozta a társadalomkutatót, mert szerintem úgy tisztességes, ha elismerjük, hogy az volt a legpontosabb, ha már ilyen pontossági versenyt játszunk. A mi összesítésünkben, szakmai összesítésünkben a második helyen van a medián. Mind a ketten 50-40-et mondtak a a Fidesz lista és a baloldali lista eredményére, mondta, rosszul emlékszem, és a harmadik osztott helyen pedig a nézőpont és a század vég. Az is nehezíti egyébként az összehasonlíthatóságát ezeknek az eredményeknek, hogy különféle bázisokon jöttek ki a számok. Mi a nézőpont részéről mindig az aktív szavazók bázisán nézzük a adatokat, és az utolsó adatunk az úgy szólt, hogy ezen az aktív szavazói bázison 47%-on áll a Fidesz, és 42%-on a baloldal. De fölhívtuk a figyelmet, hogy van 4%-nyi, inkább kormánypárti, vagy a kormányjal nem elégedett ingázó szavazó az aktívak között. És olybá tűnik számomra, hogy ha mi is bátrak lettünk volna, mint Endre, akkor ezt a 4%-ot simán hozzá lehetett volna adni, látván, hogy hogy nem kormányellenes szavazók ahhoz a 47-hez, és akkor ott van az az 51, ami egyébként halka megjegyzem, jó eséllyel a végeredmény lesz, ugye most úgy ülünk itt, hogy nem tudjuk a végeredményét pontosan még a választásnak, legalább 160 ezer... 54 százalék volt, mikor utána Most lebuktál, hogy nem vagy elég alapos, mert az 54 százalék az a külhoniakkal együtt van meg. A közvélemény kutatók meg sose vállalták, hogy a külhoniak véleményét is megmérik, ezért csak a hazai eredményt kell nézni. A hazai eredményben, amikor én eljöttem, akkor 51,5 százalékon állt, és az a valószínű, hogy az 51 százaléka le fog menni a végén a hazai eredmény. Még 160 ezer átjelentkezett, és 57 ezer külföldön szavazónak a véleménye ebben nincsen benne. Tehát, de mindegy is, csak az a lényeg, hogy az az 51 százalék a, mérce, amit számon kell majd végül kérni a közvéleménykutatókon, és az előbb általam elmondottak a medián és a társadalomkutató eredményei szerintem a Fidesz szempontjából éppen ezért megbízhatóak voltak. Ott szerintem nincsen szégyenkezni való, én, én legalábbis ki tudom magyarázni ezt. Ahol, ahol, nehezebb a helyzet, az az ellenzéki oldal, vagy a baloldalnak a, a túlmérése. Mert ebben a bázisban, ahogy mondtam, 42%-ot mondtuk, holott a legutóbbi szám, ha jól van a fejemben, 34,5 talán a hazai eredménye a baloldalnak, ami, ami sokkal messzebb van. És ott kell szerintem elgondolkodni, hogy mi történt pontosan, hogy miért láttuk azt, hogy, hogy ez ilyen magas lenne, holott nem volt magas. Kettő magyarázat kísérletem van, az egyiket már az Endre hallotta, az arról szól, hogy szerintem ez egy miniszterelnök választás volt, és a, a, mi feltételezésünk, hogy azok a baloldali szavazók, akik Márkizai Péterrel nem szimpatizálnak, de baloldali szavazók, úgyis oda fognak szavazni, ez nem vált valóra. Csak azok szavaztak oda, akik Márkizai Pétert akarták miniszterelnöknek. Kísértetiesen hasonlítanak ezek a számok, ugyanis arra az alap kérdésre adott válaszra, hogy Orbán Viktor vagy Márkizai Péter legyen a miniszterelnök. A, Másik pedig az egy ilyen belső információt megosztva, minden kutató szerintem ebbe a cipőbe jár, de mi biztosan, hogy valójában, amikor megkérdezzük, hogy ön mire szavazna, akkor közel sem mondják el az aktív szavazók, hogy mi a párt preferenciájuk. Kezdetben olyan 25%-a nekünk a választáshoz közelítve egyre nagyobb aránya, már majdnem 40%-a nem árult el nyersen, hogy mi a párt preferenciája és innentől be kell vonulnia egy valamire való kutatónak a Delfoi Jósdába, és ki kell találnia, hogy akkor azok, akik nem mondják meg, azok kik is valójában. És mi, ahogy mondtam, hozzáadtuk a baloldalhoz a nem Márkizai Péter választókat is, gondolván, hogy hát egy demokratikus koalícióval szimpatizáló ember az majd egészen biztos oda fog szavazni. Most csak egy példát mondok, egyéb dolgok is vannak, vagy egy kormányal. Elégedetlen ember egészen biztosan oda fog szavazni, függetlenül attól, hogy nem bajja be, hogy baloldali. Hát nem nem ez alakult ki. Én ezért egyetlen egy faktort nem emelnék ki abból a, a, a sok ismeretlenes egyenletből, hogy miért nem sikerült eltalálni. Ha valamit mégis kiemelnék, az az, hogy nem értettük meg egészen pontosan, hogy a választók egy, egy pofon egyszerű kérdésre adtak választ, és pedig arra, hogy ki legyen a miniszterelnök. Nem pedig hosszan töprengtek azon, hogy tanársztrájk, háború, nem tudom én, elégedetlen vagyok kormányzati intézkedésekkel, hanem csak azt a egyszerű kérdést döntötték el egy ilyen rendkívüli helyzetbe, hogy kire szeretnék bízni az ország sorsát. Tehát ezt a választói döntési folyamatot kellett talán volna jobban felidézni. Még egy utolsó megjegyzés az Andréhez a bátorság kapcsán. Én azt hiszem, hogy a fővárosban nem voltál bátor ha jól láttam, akkor a, ugyanis a HVG-ben publikált adatodat követően volt egy fővárosi kutatásod is, amiben sokkal nagyobb előnyt mértél a, a baloldalnak, mint ami volt. Én azt számolgattam, hogy 18% pontnyi előnyt mértél, és összesen 6% pontnyi előny látszik most. Tehát ott háromszorosan nagyobbnak látod az előnyét a baloldalnak, mint ami a, a, fővárosban. És lehet, hogyha ott, ott, ott a, a realistább vagy, akkor, akkor te lettél volna az a sztár, aki a kétharmadot meglátja előre. Tamás, egy gyors reakciót megengedsz még, mielőtt rátér a, rátérünk? Szerintem Nem. úgy sportszerű, hogyha Endrének megadjuk a választ, mert most a számok versenye zajlik. Szerintem ezt zárjuk le, ezt a számok versenyt aztán térjünk rá a számok értelmezésére. Na, hát megtisztelő, persze, hogy hágoston meg általában a kollégák figyelik egymás produktumait. Valóban a budapesti mérést csak azt szeretném ezzel, ezzel kapcsán kiemelni, hogy annak semmiféle előrejelző célja nem volt. Ez egy, az egy, egy, más célú omnibus kutatásban egy háttérváltozóként szerepelt, és nem is azzal az igényel. De hát mivel megvolt, megjelentettük. Ezzel együtt azért az nagyon figyelemre hogy, hogy mennyire mélyült a szakadék Budapest és az ország között az előző országgyűlési választásokhoz képest. Én inkább a másik megjegyzésedre akartam reagálni, nem vagyok én nagyon makacs ember, de köztünk, Ágoston és köztem, ez egy visszatérő probléma, hogy én helytelenítem, hogy úgy beszélünk szakmai kérdésekről is, mint hogyha kampányolnánk. És én azért tartok most különösen mulatságosnak, hogy ismételten baloldalról beszélsz, az ellenzéki összefogás, vagy mindegy. Szóval baloldal, ebben az esetben a baloldal veszteségeiről beszélni, egy kicsit azért furcsa, mert szinte ha valamiben konszenzus van itt a, a választási eredmények utólagos értelmezésében, akkor az az, hogy nagy valószínűséggel a jobbik szavazóinak egy jelentős része áramlott át, és ez magyarázza másfelől a mi hazánk mozgalom sikerét: át, áramlott át a, a szövetségtől, az együttműködéstől, ami persze. Akár megjósolható is lehetett volna, nehéz nehéz volt azért ezt pontosan előre látni. Azaz maradtak a baloldaliak. De te nem így beszéltél, te azt mondtad, hogy a balolda, mindegy, most már... Ja, messzire vezet ez, mert szerintem ez volt a fő problémája a szövetségnek, hogy fő... nem volt identitása. Igen, Mi próbáltunk segíteni. Igen, de ez egy olyan együttműködés volt, amiben megpróbáltak a jobboldaliakkal is jobboldaliakat is bevonni, és ez a végül nem sikerült. 200-250-en csatlakoztak okay, is. Oké, akkor marad a, marad, mondjuk még ezen is lehetne vitatkozni. Még Nekem azt mondom, politológiailag szerintem ez egy leegyszerűsítés, hogy baloldalnak nevezzük, és ebben az esetben kimondottan ez volt a, a vereségnek az egyik magyarázata, hogy a jobboldal valóban úgy tűnik lemorzsolódott ebből a, erről a szövetségről. Köszönjük. Tamás, mielőtt még az eredmények teljes kiértékelésére rákezdesz, annyit légy szíves, még árulj nekem, hogy nyilván te is a választás előtt átfutottad, gondolom, valamennyi mérési adatot, és a végén te is tippeltél egyet magadba. Gondolom, te 135 mandátumot tippeltél. 134, 135. De komolyra fordítva a szót, hogy láttad, hogy fogadtad ezeket a méréseket? A mérési adatokat mindkét oldalról mélységében láttam, és olyan nagymértékű Fidesz előnyt jeleztek, amit nem hittem el. Tehát egész egyszerűen hihetetlen volt. Mert ez azt jelentette, tehát ha azokat a számokat az ember komolyan vett és elhitte, az azt jelentette, és itt száfolnék rá Endrére, hogy az azt jelenti, hogy paloldali törzszavazók is át fognak szavazni a Fideszre. Tehát igaz minden, amit elhangzott, hogy jobbikosok átszavaztak a mi hazánkra, persze, meg otthon maradtak, de volt egy-két baloldali, aki elment és a Fideszre szavazott, mert ez az eredmény, ami kijött, másképp nem jöhetett volna ki, de ezt egyébként a szavazóköri eredményekből is lehet látni. Nem azt mondom, hogy elsöprő többségű volt, de azért voltak ilyen emberek. De én ezt korábban nem gondoltam volna, mert a historikus adatokban ilyet nem láttunk korábban. Tehát szerintem ez a választás azért volt történelmi, mert az történt meg most, ami soha korábban, hogy baloldali emberek elmentek és átszavaztak a Fideszre. Ez még 2010-ben se történt meg. Tehát ha megnézzük a 2010-es eredményeket és a mostaniakat, akkor az látható, hogy a Fidesz jobban szerepelt, a baloldal pedig 500 szavazatot veszett a 2010-es eredményekhez képest, ahol tulajdonképpen egy történelmi mélypontot ért el a baloldal. Mert azért 2010-ben, valljuk be őszintén, nehéz volt a baloldalra szavazni. Tehát itt valami fordulópont van. Ezt, és ti is ezt mondtátok most el, hogy láttátok a számokat, de nem hittétek el. Ezért újra és újra súlyoztátok, átszámoltátok, még egy kicsit átraktatok ide, oda, amoda, és a végén kihoztatok egy olyan eredményt, ami nagyjából hihető volt a historikus adatoknak a fényében. És aztán egyszer csak jöttek a választok, és azt mondták, hogy ez már nem érvényes. Tehát valami itt fölborult, a papírforma fölborult. Nem ti hibáztatok, hanem egész egyszerűen a választók meggondolták magukat. Azt mondták, hogy ebből a baloldalból többé nem kérünk. Így és baloldalból ebből nem kérünk. Ez, ennek vége. Tehát nem csak arról volt szó, hogy a jobbik szavazók ö, lefaroltak a, erről az összefogásról, hanem balold törzs szavazók is elpártoltak, mert azt mondták, hogy számunkra ez így nem vállalható, nem hiteles. Ilyen zsákutcába még senki nem vezette a baloldalt, mint amit most Márki Zaj Péter vezetésével, és nem rá akarom fog. Tehát, ő neki van talán a legkisebb felelőssége ebben. Tehát akik ezt az egészet kitalálták, hogy így együtt menetelnek majd a 2022-es választásba, ez egy, ez egy, elképesztő hiba volt. Mi ezt korábban mondtuk. Mi ezt korábban mondtuk, hogy ez így nem fog működni. Nem lehet összeadni az ellenzéki szavazatokat, amiket 2018-ban kapott az ellenzék. Ez egy hamis megközelítés. De talán még mi se hittük el, hogy mennyire hamis pusztító hatása volt annak, hogy összetolták az olajat, meg a vizet, a tüzet, meg a vizet, az egészet így egybe, és így betolták a baloldali választóknak, és azt mondták, hogy tessék, fogyasszátok el, és erre azt mondták, a baloldali választók, hogy köszönjük szépen, nem kérjük. A jobbikosok aztán végképp nem kérték, köszönjük, tehát ők aztán nagyon nem, de még a baloldaliak is azt mondták jelentős részben, hogy így ebből nem kívánunk, nem kívánunk fogyasztani. Ezért jöttek ki azok az eredmények, amik senki számára nem voltak hihetők, és így született meg az a matematikai képtelenség, amit ott kivetítve látunk. Ezért jött létre. Akkor itt nagyjából rá is fordultunk az okokra, hogy mi lettek, mik lehetnek a vasárnapi eredmény okai. Én, ha jól emlékszem, akkor Gábor még múlt héten amellett érvelt, hogy a Márkizaj Péter, bár megosztó személyiség, de a baloldali szavazó, vagy hát mondjuk úgy, hogy a fidesz szemben álló szavazó réteg, mégiscsak valahogy orbe fogva, de képes lesz lenyelni ezt a békát, fel tudja mérni most a helyzetnek a komolyságát, és el fog menni leszavazni. Ugyanakkor én nem ültem itt az asztalnál, de én még más kockázati tényezőket is felsoroltam volna itt a mérésnél, mert szerintem a háborúnak a pszichológiai állapot ott, ami ez azt nem lehet nagyjából egy ilyen felmérés folyamán ténylegesen megsatszolni, illetve új belépő pártok mindig nehézséget okoznak egy mintavétel folyamán. Hogy látja Hornul, hogy mik lehettek akkor végül azok a végső okok, amik oda vezettek, amit vasárnap láttunk mandátum kiosztás terén? Néhányra próbáltam meg már utalni. Én ebben Tamással egyetértünk, ritkán szoktunk, de ebben egyetértünk nem már kizajt látom a fő problémának ebben az egész helyzet kialakult helyzetben. Részben azt gondolom, hogy, hogy a, és azért,. Ha a 2018-os helyzetet nézzük, akkor az ottani baloldali és liberális, mert én például nem vagyok baloldali liberális ember vagyok, és ez szerintem nem ugyanez a kettő, de nem akarok ebbe a vitába belemenni, ezt is sokszor lefolyasztunk már. Tehát a, 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 az a szavazó bázis, ami 2018-ban a jobbikon kívül volt, az körülbelül annyi, mint amennyi most ez az 1,8 millió. Nem körülbelül ön pontosan ennyi, hiszen ugye 1,8-hoz képest volt az 1,1-es jobbikos szavazó, most az egyéni körzeteket mondom, ez nagyjából ugyanannyi. Tehát ebből önmagában ez nem következne, azért mégis van igazság abban, amit mondasz, mert a Budapest tényleg ebből a szempontból egy érdekes történet, mert Budapesten tényleg, komolyan szűkült az olló, azzal együtt is, hogy közben Budapesten megjavította a pozícióit az ellenzék, hiszen több helyet ugye, szerzett meg, vagy kettőt, vagy egyet veszít el, ezt meglátjuk, mert ugye együtt még billeg, majd pont ezek a határon, külföldön leadott szavazatok alapján. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a, Volt egy előválasztás, amit én továbbra is azt hiszem, hogy a, a azon a pályán, amin mozogni lehetett, az egyetlen lehetséges megoldás volt, de ennek az előválasztásnak tulajdonképpen már 2021. augusztusában született egy olyan pontja, amit én nem gondolok önmagában gazemberségnek, csak az egész rendszert eltorzította, hogy két párt megállapodott a helyek kétharmad részében. Ugye a DK és a jobbik. Ennek következtében az, hogy a Jobbik elvesztette már a szavazóinak a jelentős részét, nem tudott kiderülni. Hiszen a helyi körzetekben ott nem zajlott le ez a verseny. Tehát ott ugye tulajdonképpen levették a versenyt az asztalról, és mire Jakab Péter tulajdonképpen már egy szűk, mondjuk 5-6 százalékos pártként lehetett jelen, ezt, nem, ezt a maga az előválasztás eredménye nem prezentálta, hiszen a, a 106 körzetből, a jól emlékszem, 28-ban ők tudtak jelöltet állítani. Tehát volt egy csavar ebben az egész történetben. Még egyszer mondom, a politikában messze beleférnek ezek a megállapodások, tehát nekem önmagával ez nincs bajom, csak nem derülhetett ki időben az, amit te, Tamás, most téként tényként említesz, hogy, ezek a, hogy nem tud összenőni, ami nem tartozik össze, hogy nagy szellemeket idézek. Ugyanakkor ugye maga a választói rendszer úgy változott, hogy nagyon nehéz lett volna elkerülni ezt a megállapodást. Hiszen azzal, hogy 71 ö, 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 körzetben kell elindulni, tulajdonképpen lehetetlen lett volna úgy a társaságnak fölállnia, a, a, a győzelm reményében, hogy ez ne legyen. Tehát itt van egy pont szerintem, ami egy lényeges torzulás lehet. A másik pont, ezek már tartalmi kérdések, hogy akkor, amikor mindenki számára meglepe, meglepően egy külső ember, egy a politikából kívülről jövő ember nyerte meg ezt az előválasztásnak, ezt a második fordulóját, abban a pillanatban a pártok <coughs> nagy része hagyta a győztest. Tehát nem, nem arról volt szó, hogy elfogadunk, miközben ez volt a szöveg, hogy elfogadunk valamit, hanem ott hagyták egyedül a, a, a győzteset, magára hagyták az általuk fölkent, ö, ö, a saját embereik által megválasztott ö, ö, miniszterelnök jelöltet, és ebben a magára hagyatottságában tulajdonképpen ki se derült az, hogy akkor ő mit tud, mert ha, ha maga a szavazó bázis kifut alól, mert akik, ők, akik azt hoznák, azok nincsenek a rendszerbe benne, akkor önmagában szerintem működésképtelen a dolog. Most innentől kezdve azt hogy ki mennyit hibázott, mennyire volt rossz ez a stratégia, szerintem, mert somo, nem, nem hiszem, hogy most erről érdemes lenne hosszan beszélnünk, nyilván megvan ennek a alkalma, nekik biztos, hogy kell beszélnünk. Hogy mennyire működésképtelen volt ez a dolog, szerintem a vége a legjellemzőbb mutatja ezt, amikor ott áll Márkizai a családjával a színpadon, és nincs ott mögötte a hat párt elnöke, és az én véleményem szerint is nem ajánlja fel a hat párt elnöke a lemondását. A, 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 nem azért, mert a már ki, hanem azért, mert a szavazói, mert azért itt mégis csak 1,8 millió ember elment, és szavazott ezekre a, a pártokra, erre a szövetségre. Tehát azt gondolom, hogy ott nagyon jól látszott a probléma maga, és ehhez képest szerintem ennél ez az egyik ok a, 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 a súlyos vállalhatatlan verességre. A másikok. Ok, az a másik oldalon keresendő, szerintem ott ebből kettőt próbáltam megmondani, ez a jóléti intézkedések és a háború összes következmény, a háború kezelése az egyik oldalon, és a háború kezelése a másik oldalon elhibázott. És nem is annyira azt tartom elhibázottnak az ellenzéki oldalon, hogy most volt egy, fél, félmondat, egy, egy rossz félmondata a márkizainak, mert ezt meg lehetett most a háború ügyben, most én csak erre vonatkozom, Mert azt gondolom, hogy hogy... Nem találták ki a választ. Mert ha lett volna egy válasz, de azt mondani arra, hogy háború vagy béke, hogy kelet vagy nyugat, nekünk ez az ez erre a, 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 a válaszunk, ez kevés egy ilyen helyzetben. És én azt gondolom, hogy nem a, a baloldali szavazók sodródtak át, hanem a bizonytalan szavazók, akik adott esetben akár szavazhattak volna, sőt ezt jelezték, hogy ők szavaznának akár az ellenzékre, mert van problémájuk azzal, amit látnak. Egyszerűen keresték azt, és ebben Ágoston egyetértünk, a, hogy nem pártokat kerestek, nem szövetségeket, hanem szemét kerestek, ami megbízhatnak. Ugye az látszott a kutatásoknál, hogy az Orbán a, 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 a adatai jóval jobbak, mint a Fidesz adatai, és a Márkizai adatai rosszabbak, mint az ellenzék létező látható adatai. És miután a végére erre szűkült le a dolog, és ez alapvetően szerintem a a Ukrajna lerohanása miatt következett, de mert tényleg elindult az emberekben egy nagyon komoly bizonytalanság, na mi lesz velünk, elérez ide hozzánk, mi történik itt. És abban a pillanatban a bizonytalan szavazó, aki egyébként elmehetne szavazni, az megtalálta itt Orbánban a megoldás lehetőségét, és ez szívta oda ebbe az utolsó 8-10 napba szerintem ezt a, a szavazóbázist, és ezért nőhetett meg ennyire a, a Fidesz támogatottság. Erre. Hadd reagáljak röviden. Tehát az olló, a Fidesz és az ellenzék között nem a február 24-én kezdett el kinyílni. Hallgatom, baloldaliakat, mindannyian a háborút teszik felelőssé a baloldal kudarcáért, és értem, hogy miért csinálják. Valami kibúvó kell, hogy miért született ez a sokkoló eredmény a baloldal számára de az olló nem február 21-én, nem az ukrán, pontosan az orosz invázió napján nyílt ki, hanem, hanem október 23-án, amikor kiállt Márkizaj Péter, az egységes ellenzék vezetője, és előtte megjelent 1226 darab ember ott a színpad előtt. Ott lehetett látni, hogy ebből nem lesz semmi. Ott kezdett el szétnyíli az olló, megvannak a historikus adatok, a századvég publikálta is a háború egy lapáttal tett rá, azt mondanám, hogy Endre 128 fős mandátum becséséhez képest lett 135-134. Ennyit tett hozzá a háború, de az óló nem ott kezdett szétnyílni. Tehát itt eleve strukturális problémák voltak, akik ezt a háborúval próbálják meg indokolni. Miért született ez az eredmény? Azok azért teszik ezt, mert egész egyszerűen mentik az irhájukat. A pennülnek a parlamentben, és azt próbálják meg elmagyarázni, hogy ők mindent megtettek, minden jól alakult, csak hát jött ez a háború, február 21-en ki tudta, hogy ez a hülye orosz le fogja rohanni az ukrán. Nem tudtuk, hát ez történt. Rosszul reagált a márkizaj, mossuk kezünket. De nem ez történt. Itt strukturális problémák vannak. A másik, a háború kérdése. Nagyon világos mondatokat lehetett volna elmondani, de nem mondott el az ellenzék világos mondatokat, ehelyett nagyon-nagyon zavarba ejtő mondatok születtek. Nem csak Márkizaj Pétertől, most mindenki ráhivatkozik, de hát ott hallottuk. Azért sok ellenzéki politikus beszélt arról, hogy milyen szankciók és milyen segítségeket kíván küldeni Ukrajnának. A választók ezt értették. És még egy fontos tényt szeretnék ide rakni az asztalra. Tehát Márki Péter titokban egyeztetett Zelenszky elnök úrra. Nem tudjuk, hogy ott pontosan mi hangzott el. De ha az ő lelkiismerete tiszta lett volna, mármint Márki Péteré, tehát hogyha ő tiszta és világos dolgokról egyeztetett volna az Zelenszki elnök úrral, akkor nyilvánvaló, hogy ezt a megbeszélést és ennek a tárgyát nyilvánosságra hozta volna. De nem tette. Hanem az utolsó napokban, a választás utolsó napjaiban derült ki, hogy ő egyeztetett az ukrán elnökkel. Nem tudjuk pontosan, hogy miről, de ő ezt titokban tartotta. Na most úgy felhatalmazást kérni a választóktól, hogy közben az ellenzék vezetője az ukrán elnökkel titokban egyeztet, majd utána azt mondjátok, hogy hát itt ez egy, ez egy propaganda volt, hogy itt a kormánypárt ráfogta az ellenzékre, hogy ő háborúba akar a -e sodor, akkor miért nem hozta? nyilvánosságra Márkizaj Péter, hogy ő többször is egyeztetett az ukrán elnökkel. Mi volt ebben a titkos? Miért nem lehetett ezt elmondani? Miért a kabinet főnökétől Zarán Pétertől tudtuk meg, hogy valóban lezajlottak ezek a megbeszélések? Háborúról beszélünk. És titokban egyeztet az ellenzék vezetője egy háborúban álló ország vezetőjével. Szóval ezért ez, ez, ez azt gondolom, hogy ezeket a tényeket a választók értékelték, és úgy döntöttek, hogy akkor szavaznak arra, ami biztos. Aki azt mondja, hogy én békét akarok. Nem tudjuk a márkizaj, mit akar, de az titokba egyeztet. Lehet, hogy rosszul fogalmazott, lehet, hogy nem tudjuk. De azért az az ember, az Orbán, az arról beszél, hogy ő békét akar. A márkizaj meg hamis kártyázik, meg a mögötte állók is. Ezt, ezt a dolgot a választók világosan átlátták és döntöttek. De mondom, már előtte, február 24 e előtt eldőlt az ellenzék sorsa, már csak a fideszes győzelemnek a mértéke volt, kérdés. Köszönöm. Csatlakozom Tamáshoz, hogy Márk Péter röviden összefoglalva, amit mondott, alkalmatlan volt miniszterelnöknek, és ezt a választók is látták. Ez volt az egyik oka, de ha segíthetek egy picit a felelős keresésbe, én is óvnék attól, hogy egyetlen egy felelőst lássunk. És egy pár nevet azért említsünk meg. Tehát a Márki Péter alkalmatlansága mellett, ott volt mondjuk Jakab Péter, akinek nem volt pártja, összeomlott, már picit beszéltünk róla. Ott volt az LMP kanász Nagy Márton, ugye nem is ismerjük őt, az a párt sem létezik. Máté, mondom, hogy nem ismerjük. Napláne. A, az a párt sem létezik, ott volt a Momentum, ami nem tett bele munkát, egy fél évvel a választás előtt leváltották a vezetőjét, vezetési válságban volt, nem lehetett látni, hogy mi a Momentum hozzáadott értéke. Ott volt a Demokratikus Koalíció, ami mégiscsak Gyurcsány Ferenccel gazdagította Magyarországot, és talán nem túlzás azt állítani, hogy jelentős felel felelőssége volt Gyurcsány Ferenc népszerűtlenségének abban, hogy ez a választási eredmény született. Ott volt az MSP, ami szintén egy nagy kérdés, hogy mi pontosan, de hogy hozzáadott értéke ehhez a kampányhoz nem volt az. Egészen biztosan kijelenthető, az egykor volt szavazói is elfordultak tőle. Szerintem majd a választási eredmények mélyelemzése különösen ezt fogja mutatni, hogy a, a volt MSP szavazók e, már nem voltak a baloldalinak, egyesek által baloldalinak nevezett közös ellenzéki szövetség e, e, támogatói, és végül ott volt a párbeszéd, ami nem, hogy nem volt párt, hanem soha nem is volt párt. E, szerintem nagyon érdekes az a fejlemény, hogy Karácsony Gergely ma bejelentette a nem indulását. Mint hogyha a projektnek vége lenne, és a táblát kirakták volna erre a párbeszéd pártra, mert a Karácsony Gergely pártja Karácsony Gergely nélkül az legalábbis nehezen képzelhető el. Tehát összességében szerintem, hogyha reálisak akarunk lenni, az összes ellenzéki pártot felelősség terheli, és mindenki az önérdeke, a jövő terve, és esetleg a tanácsadói munkája alapján dönti azt el, hogy ebből mit emel ki. Bár a Hannendre többször elmondta nekünk, hogy nem mint politikai elemző szeretne elsősorban olyan formán, hogy mondjuk mit, tehát hogy is mondjam, belemenni a politikai harcba most itt a jelenlévőkkel, de mégiscsak azért szeretném megkérdezni itt 32 év szakmai rutinjának tükrében, hogy hogyan értékeli, hogy végül is ezt a ellenzéki önalól múlást talán így lehetne a legjobban jellemezni, ezt mi eredményezte végül is? Hát egyrészt tényleg nekem, nekem van ez a szerep problémám, hogy mindig arra törekedtem, azt gondolom, több-kevesebb sikerrel, hogy, hogy ne keverjem össze a közvélemény kutatói szakmai munkámat valamiféle politikai aktivizmussal, kampányolással, vagy... Az elemzés persze hát határeset. Ráadásul itt most egy kicsit meg is vagyok félemlítve, mert Tamás szerint a háború magyarázatként való felhozása az az irhának a mentése. Hát ebbe semmiképp se szeretnék részenni. Tehát nem azonosulok annyira a baloldallal, hogy, hogy, amikor a háború jelentőségét ennek a, ennek a választásnak a végkimenetelében hangsúlyozom, hogy akkor, hogy akkor ez, hogy ez az én írhámot is mentené. Tehát zavarban vagyok, mert én egyébként közvéleménykutató vagyok, de a szakmám szociálpszichológus, és csak tényleg nagyon érintőleg említeném meg, hogy ha van az emberekben valamiféle nagyon alapvető szükséglet abban a értékhierarchiában, vagy szükséglethierarchiában, amiről a, a pszichológia is beszél, akkor azt gondolom, hogy a stabilitás, a biztonság igénye rendkívül fontos, és ezt egy háborúban nagyon erősen ki lehet használni, és az, aki ezt igazán jól fel tudja használni, az, aki kormányon van. Hát ez teljesen magától értetődő, és nagyon nagyot kellene hibázni ahhoz, hogy valaki ezzel a lehetőséggel ne tudjon élni el kell mondanom, hogy nem tapasztaltam, hogy Orbán Viktor nagyot hibázott volna ezen a téren. Őszintén szóval én Márkizai Péternek sem érzem azt a sokat emlegetett fél, egy egész mondatát, olyan nagyon hibásnak politikai, egy politikus részéről persze sokkal nagyobb megfontoltságra lett volna szükség, de valóban hibázott, mert az, az interjúvoló nagyon erő, erőszakosan próbálta beőle kihozni azt a választ, hogy ha a NATO ö, föllép, akkor abban Magyarországnak is, mint NATO tagnak részt kell vennie. Tehát én ebben én ebbe nem látok különösebb katasztrófát. Az persze, hogy mekkora felületen tudja az ellenzék elmondani a ö, háborúval és a békével kapcsolatos álláspontját, az, az annak a, a, a hátrányait nagyon nehéz más eszközökkel behozni, de ez már megint egy olyan közhely, amit ebben a körben talán felesleges hangsúlyozni. Tehát én még egyszer azt mondom, hogy lehet, hogy az olló elkezdett nyílni, és hát persze a méréseink is ezt bizonyították, tehát soha nem az előválasztás közvetlenül követő időszaktól eltekintve alig volt olyan pillanat, amikor a mérleg jelentős mértékben az ellenzék felé billent volna, de a döntő csapást végül is, tehát a, a, a számoknak ezt az elmozdulását, szerintem a, a háború és annak a rendkívül hatékony kormányzati kezelése ö, okozta. Akkor... Ö Köszönjük szépen. Én azt gondolom, hogy múlt héten sajnos nem jutott időnk a népszavazás kérdésére, és hát itt a választási eredmények kapcsán azért kicsit, hogy is mondjam, második helyre került, mint téma a napi De én szeretném, hogyha most is, most kezdenénk egy ilyen értékelő mondatsort, most mondjuk kezdjük akkor Tamástól, hogyha lehet. Én elsősorban azon a vonalon, hogy Hát politikailag ennek az érvényességem, most szándékosan használtam ezt a szószerkezetet, mit jelenthet a jövőre nézve, mire számítsunk? Ez ugye politikait mondtál, akkor én politikai értékelést fogok adni, tehát a Fidesznek van 2 millió 7-800 ezer szavazója, ez képest 3 millió 2-300 ezer szavazó az, aki a népszavazás kérdésében a kormány álláspontjával értett egyet, tehát ezt mindenképpen sikernek lehet nevezni. Még akkor is, hogyha jogi kötőerővel nem rendelkezik, de én azt gondolom, hogy ha egy kormánypárt, főleg 12 évnyi kormányzás után a választóknak a 44%-a, 44%-át le tudja szavaztatni a saját álláspontja mellett, az azt gondolom, hogy egy óriási eredmény. Tehát három, ebben a tett egy 8, annyi sincs, mert 7,7 millió szavazó van. Tehát ebből 3 millió 200 300 szavazót elvinni, és a kormány álláspontja mellett um, színvallásra késztetni, azt, azt gondolom, hogy egy, egy nagyon erős felhatalmazás legitimációt ad. Az ellenzék megjátszotta az egyetlen kártyáját, az obstrukciót, tulajdonképpen ez volt az egyetlen számukra lehetséges út, ezzel egy kármentést, a maguk szempontjából egy kármentést véghez vittek. Ha úgy tetszik, ez sikeres volt, de azt gondolom, hogy a kormánypártokat abban, ami az ő igazi szándékuk volt, hogy maguk mellett legitimációt és egy erős álláspontot, egy erős véleményt alakítsanak ki, ebben nem sikerült megakadályozni őket. De ugyanez volt egyébként migrációs népszavazásnál is. Tehát ugyanez ott is kialakult egy, egy elég erős álláspont. Jogi, jogi értelemben a dolog sikertelen volt, de politikai értelemben mégiscsak sikeres. Nem ismerek olyan nyugat-európai országot, ahol bármelyik kormánypárt erre képes lenne. Tehát én azt gondolom, hogy a kormány szempontjából ez egy sikeres, egy sikeres népszavazás volt. Arról nem is beszélve, hogy nyilván ennek a hatását a, az országgyűlési választás eredménye, az fölnagyítja. Tehát így csatába menni azt gondolom, hogy a kormánypártoknak, hát nem azt mondom, hogy könnyű, mert ezt a szót nem használnám, mert itt nyilván nagy, nagy összeütközésekre fog majd sor kerülni, de azt gondolom, hogy egy nagyon komoly megerősítést kaptak Magyarországról. Én ezt látom ebben, ehhez sokkal többet nem tudok hozzáfűzni. Az ellenzéknek szerintem most már Annyit tudnék mondani, hogy az ellenzéknek ki kéne alakítani egy valid álláspontot, mert az obstrukció az nem egy álláspont. Egyébként ez már, már ez volt egyébként a 2004. december 5-i népszavazáson is, tehát hogy ott is végülis obstruálni tudtak egy álláspontot. Tehát most már valamit állítani kéne. És azt mondani, hogy nekünk ez az állításunk, kérjük a választóknak a támogatását ehhez az állításhoz. Egyelőre ilyet nem látunk, és amíg az ellenzék erre nem képes, addig azt gondolom, hogy ezek ilyen talmi sikerek. Sikerült megakadályozni jogi értelemben a érvényes népszavazást. Amit hozzátennék még egyszer, hogy nem, nem ismerik a végleges számokat. Én nem lepődnék meg, hogyha a Fidesz listás eredménye a külhoniakkal együtt az a 3 millió alulról súrolná. És ezáltal egy Tényleg egyedülálló történelmi siker lenne. A népszavazáson meg nem lepődnék meg, hogyha a 3,5 milliót súrolna alul, alulról a, a nem szavazatoknak a száma végül is. Azaz könnyen meg lehet, ugye 4,1 millió volt az érvényességi küszöb, a közjogi érvényességi küszöb, aminek egyébként politikai értelemben semmi relevanciája nem volt, hogy meglegyen. Ezért sem tette politikai célra a kormány, hogy csak akkor fogadja el ezt a népszavazást komolynak, hogyha sikerül elérni a 4,1-et, hanem az volt mindig is a célja vele, hogy a Fidesz szavazótáboron túlmutató nemzeti egységet tudjon felmutatni a népszavazással, és ahogy azt a Tamás elmondta, ez sikerült, ez már biztosan kijelenthető. De azért mégiscsak nekünk ilyen elemző féléknek ez egy izgalmas dolog, hogy a 3-400 ezer szavazat lesz szerintem kb. a vége, ami hiány, még akár a közjogi érvényesség is megvolt. Mire jó pontosan ez az adat, szerintem túl azon, hogy a belpolitikában ez egy újabb ö, 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 többségi álláspont, ami a Fideszen túlmutat, és ugye egy egész hosszú sora van már az ilyen politikai témáknak. A családvédelemtől, a migráció elutasításán át, a csökkentésen keresztül a gyermekvédelemig. Tehát túl azon, hogy ez, ez egy nemzetegyesítő egyesítő program tud lenni, amire egyetértek, hogy a baloldalnak, valami választ kellene ki de legalább, ha nem is az obstrukció, az egyetértés is lehetne egy választ. Tehát néha taktikában még az is, az is belefér, hogy az ember a vesztes, kisebbségi pozíció, féllából történő elfoglalása helyett megérzi azt, hogy a társadalomnak mi az álláspontja, akár egy kutatást is csinálhat róla. Szerintem az Endre szívesen vállalja. És egy ilyen, ilyen kutatás megmutatta volna, hogy ez a többségi álláspontja a társadalomnak, azaz ennek az elvetése, a, a szembe menetelvele, az egy szükségszerűen vesztes pozíció. Túl ezen szerintem ennek az európai politikai térben lesz még nagy jelentősége. Orbán Viktor egyik következő feladata az, hogy az új európai jobboldalt megszerveze, és annak az egyik csomósodási pontja lehet szerintem, a gyermekvédelem és a családvédelemnek az ügye. Vannak még ilyenek a nemzetállamok fontossága például, vagy a, 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 akár a védelempolitika is lehet egy ilyen, ilyen fontos közös pont a konzervatív világképen túl, de a család- és gyermekvédelem az lehet, ami egyértelműen meg is különbözteti a bal-liberális világtól az új európai jobboldalt, ami – mondom még egyszer – Két év múlva ilyenkor az LP-választás eredményeit fogjuk értékelni, vagy éppen még az LP-választás kampányát. Várunk mindenkit szeretettel. Igen, a, 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 annak a küzdelmében szerintem ez egy fontos ügy lehet. Volt. Köszönöm, köszönöm, csak annyit teszek hozzá, hogy köszönöm, hogy ilyen feladatot, lehetőség lehetőséget fölkínáltál. Egyébként végeztünk kutatást a a népszavazással kapcsolatban, és hát mivel alapvetően közjogi alapon állok, és nem propaganda alapon, arra koncentráltunk a kutatásban is, és azt mondtuk, csak hogy még egy előrejelzést behozzak ide, azt mondtuk, hogy nagy valószínűséggel érvénytelen lesz ez a népszavazás. Az, hogy ez politikailag ki hogyan tudja a maga, a maga propaganda felületein értelmezni, az, az egy más kérdés. Hallottam ma egyébként a miniszterelnököt, aki szintén elmondta, hogy ezt nagyon nagy sikernek értékeli, és én teljesen megértem őt volt-e más esély az ellenzéknek, Hon Gábor. Hát ugye egyrészt azt szeretném jelezni, hogy az obstrukció persze egy politikai tett, tehát hogy az ne lenne az azért az egy, egy furcsa állítás, hogy amit Ánci Tamást hallottunk, hogy a, a, az nem egy politikai, az nem egy viszony egy kérdéshez az obstrukció, hogy a fenében ne lenne az, hát ez abszolút mértékben természetesen az. Ráadásul szerintem ezek a kérdések, nem lehet válasz jó választ adni, tehát szerintem nagy a helyén való erre az obstrukcióra való felhívás, tehát az érvénytelenségre való felhívás. És én azért ezt nem kezelném ilyen könnyen, értem én ezt a dolgot, hogy hát, mert azért ez, ez hogy mondjam, ez nem, ez nem, egy, az, az nem egyszerűen egy közjogi kérdés, hogy valami működik, vagy nem. Tehát ha lenne mondjuk, a, ahogy egészen 2010-ig volt a magyar, sőt, talán 14-ig, nem, 2010-ig a magyar választásokon érvényes határ, tehát hogy valamennyinek el kell menni ahhoz, hogy érvényes legyen egy választás, és annál kevesebben mennek el. Még hogyha az 99% is, akkor az nem ér. Tehát azt mondani, hogy ez politika, szerintem ez egy Bukás. Nem tudom másképp mondani, lehet belőle tőkét kovácsolni, én ezt megértem. Na azt gondolom, hogy van egy népszavazás, ami egy értelmetlen kérdésekre választ próbál megkeresni, keresni, Abszolút elfogadhatatlan módon föltéve ezeket a kérdéseket. Azt gondolom, hogy, hogy erre nem lehet más választ. Nem tudom volna elképzelni mást. Én, én nem értettem, hogy miért ilyen gyáva ebben az ellenzéki pártok mindegyike, mert gyáván próbálták meg ezt eltolni maguktól és a civilekre bízni ezt a feladatot. Miközben láthatóan az ellenzéki választók akik voltak, azok nagyjából követték ezt a civil dolgot. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy népszavazás akkor, hogy mondjam, akkor ér, hogyha érvényes. És hogyha nem érvényes, akkor az nem ér. Akkor politikai, mert a népszavazás egy politikai tett. Az nem egy jogi kérdés, ez egy politikai kérdés, aminek húzott a parlament egy határát jó régen, és ezt a határt nem ugrották meg. Tehát akik föltették ezek a, ezeket a kérdéseket, azt a választ kapták, hogy nem. Ezt nem lehet másképp értelmezni. Ettől persze még mindenki azt épít belőle, amit akar, azt csinál vele, amit akar, elmondhatja százszor a miniszterelnök, te, Tamás, bárki, hogy ez milyen, te is, Ágoston, hogy ez milyen fantasztikus de Ettől ettől még, ez egy érvénytelen népszavazás. Mint ahogy egyébként érvénytelen volt a menekült ügyben, a migráció ügyben feltett népszavazás. Szerintem ezek fontos üzenetek, és abban az értelemben is fontos üzenetek, mindenki mást próbál ebbe bele zavarni, hogy, hogy azért a magyar társadalom finomasszóval nem egységes ebben a kérdésben. És azt azon én kicsit sem találkozom, hogy túlmutat a Fidesz körén ez. Hát nyilvánvaló, ezek a kérdések, amelyek mondjam elfogadhatatlan múlt módon feltéve nagyon sok ember számára nem, nem tudnak másképp értelmezni azt, mondja, hogy akarod-e, hogy a te gyerekedet átneveljék me, melegnek az iskolába a gaz, nem tudom én kicsodák erre. Miért válaszolná egy ember, aki nincs ebben? El mi De volt. Elolvastam, elég sokszor elolvastam, köszönöm szépen. Ráadásul tanáremberként 20 évig foglalkoztam ez a dolog, és bizony nagy baj lett volna, és nagyon félek is attól, hogyha mondjuk a magyar pedagógus társadalom komolyan véve ezt a dolgot, nem segít mondjuk azoknak a gyerekeknek, akiknek ilyen típusú problémái vannak, vagy annak a közösségnek, akinek ilyenek problémái vannak, a akármint értelmezési kérdés. De ez egy másik kérdés, nem, nem erről beszélünk. Én azt gondolom, hogy ha, ha egy népszavazás elbukik, akkor az politikai értelemen elbukott, bármit is mond róla bárki. Ágoston kért egy kis nagy Nagyon röviden, Gábor, <coughs> ha politikailag gondolkozol erről, akkor voltak a nem szavazók, és volt az ellenzéki álláspont, hogy lehet igennel szavazni, hiszen az ellenzéken belül, vagy a baloldalon belül voltak, akik az igen szavazat mellett voltak. És volt, de voltak a, hát a LGBT közösség, ami az ellenzékhez tartozik, az az igen szavazat. civil áll. szervezetet miért próbálsz meg ebbe be? Hát, na bocsánat. Gondolom, soha nem tettél még ilyet, hogy egy civil szervezet egyik vagy másik a... oldalhoz soroltál. Hát, na jó. De én... de most nem menjünk bele, amit... Hát az... de menjünk bele, mert igen. nem láttam olyat, hogy egy civil szervezet az igen szavazatok mellett kampányolt volna. A háttértársaság az LMBTQ polgártársainak egy ilyen civil szervezet, és az Amnesty International, a bolykot, vagyis a... a kérdés... Szeretném ezt a kérdést... Bocsán, szeretném bocsánat, csak De hadd fejezem be, a Fejez be. Tehát a kollégák közbeszóltak, azt akartam mondani, hogy aki igen szavazott, és aki érvénytelenül szavazott, az is részt vett a népszavazáson. És ha ezeket a szavazatokat összeszámoljuk, akkor politikai értelemben nagyon sok ember vélemény nyilvánított ebben a kérdésben. Szerintem ezért nem a közjogi százalékokat kell nézni, hanem azt, aki valamilyen politikai tábor javaslata szerint vett részt ezen a népszavazáson. Én annyival szeretnék ehhez hozzájárulni, mert nem ez a beszélgetésünknek a témája, hogy a Galup ezek 2021. decemberében végzett 12416 fő megkérdezésével az Egyesült Államokban egy kutatást. Direkt elmentette magamnak, és korosztályosan mérte, hogy hány LMBTQ személy van az egyes generációkban. Megmérte az 1946 előtti generációkat, ott 0,8%-ot talált. Aztán a baby boomereknek a generációját, 1946 és 64 között születetteket, ott 2,6-ot talált. A generáció X, tehát a 65 és 80 között lévőknek 4,2%-a mondta magát LMBTQ személynek. A millenniálok, tehát a 81 és 96 között születettek, 10,5%-a 97 és 2003 között született Z generációnak pedig a 21 a nevezte magát LMBTQ személynek. Tehát én azt gondolom, hogy ez a népszavazás az erről szólt. Lehet okoskodni, lehet nagyon okos véleményeket megfogalmazni arról, hogy mi zajlik. Én azt gondolom, hogy zajlik egy propaganda. Én a Háttértársaságnak a vezetőjével Dombos Tamással vitatkoztam egyébként a nyáron, ő egyébként elmondta, hogy ők szeretnének kisebbségből többségé válni. Ők ezt nem, ők ezt nem rejtik véka alá, ők úgy gondolják, hogy ők szeretnének kisebbségből többségé válni. Én ezt elfogadom, hogy minden kisebbségnek ez egy legális törekvése, hogy többségé váljon. Én csak azt szeretném mondani, hogy a magyar embereket erről a kérdésről megkérdezték, és erről mondtak most egy véleményt. Ez, ez a véleményük erről a kérdésről aki kinyilvánította a véleményét, annak 44%-ban, ha jól idézem, ez a véleménye. Ez a helyzet.